Lesújtó statisztikák, minden ötödik fiatal felnőtt fogyasztott már valamilyen drogot hazánkban, derül ki a Nemzeti Drog Fókuszpont 2016. évi adataiból. Hungarikum pályázat. A több mint 220 millió forint keretösszegű felhívás egyes célterületeire a korábbiaktól eltérően magánszemélyek is pályázhatnak idén. Itt a kánikula. Jó szezonra számít idén a Nyíregyházi élmény és parkfürdő, amely tavaly összesen 243 ezer vendéget fogadott. Minden ötödik fiatal felnőtt fogyasztott már valamilyen drogot hazánkban, derül ki a Nemzeti Drog Fókuszpont 2016. évi adataiból. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Legtöbben a marihuánát vagy a hasist próbálták ki, de a többi szerhez képest kimagasló még az extazit használók aránya is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az egyik leginkább veszélyeztetett régió, itt főleg az úgynevezett herbála a legelterjedtebb, közölte a Nyíregyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum közösségi munkacsoport vezetője a Kábítószer ellenes világnapon. Összesen 11 szervezet készült prevenciós és figyelemfelkeltő programokkal Nyíregyházán a Kossuth téren. A kábítószer ellenes világnapot az ENSZ még 1987-ben rendelte el, Magyarországon pedig 1997 óta szervezik hivatalosan. A rendőrségen és a drogambulancián túl ifjúsággal foglalkozó civil szervezetek is részt vettek a programokban, ahol elhangzott, a kábítószer fogyasztás, mint káros szenvedély hazánkban is régóta jelen van, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig az országos átlaghoz képest is magas a tiltott szerhasználók száma. Nyilván ezek helyi sajátosságok is, szerintem ennek van gazdasági társadalmi összetevője, ezért vannak olyan kis települések, ahol már egészen a hétköznapi életükbe beivódott a családoknak mondjuk a herbálfogyasztás, vagy mondjuk a nagyvárosoknak az a veszélye, ahol különböző szórakozó helyeken megjelenve szinte már el sem lehet képzelni a fiataloknak az életet valamilyen pszichoaktív szerek használata nélkül. Nekünk az a célunk, hogy a tiszta utat és az önmagunknak a teljes mértékű felvállalását mutassuk meg ezt. Széles a drogpaletta. Az enyhébb, pszichoaktív szerek mellett egyre jelentősebb a designer drogok használata, főleg a herbáli, amelyet akár már 500 forintért is be lehet szerezni. Ez sok esetben megtévesztés céljából biofűnek is nevezik, pedig ezt a szert is szintetikus anyagokból állítják elő. 2014-ben az Európai Unióban 101 új pszichoaktív szer jelent meg, Magyarországon ebből 42. Ami 2010-ben még a droghasználók 56%-a élt heroinnal, 2014-re ez a szám 8%-ra csökkent, az első helyet pedig a designer drogok vették át. Ezek az adatok a Nemzeti Drogfókuszpont kutatásaiból derülnek ki. Hazánkban minden ötödik fiatal felnőtt fogyasztott már valamilyen drogot, legtöbben marihuánát vagy hasis próbáltak ki, de kiemelkedő volt még az extazit kipróbálók száma is. A civil szervezetek is próbálnak segíteni a szerhasználókon. Alapellátást kapnak, ilyen ügyintézés, ha valami okmányokra van szükségük, vagy ételosztásba, vagy hol lehet ételt szerezni, vagy megpróbáljuk elhelyezni őket különböző helyeken, ahova befogadják őket. A kábítószer ellenes világnap egyik kiemelt célja, hogy csökkentsék a szerhasználat miatt elhunytak számát, amely világszerte jelenleg 200 millió fő évente. Halálos baleset történt tegnap délután Tiszabercel és Búj között. Egy személygépkocsi sofőrje feltehetően rosszul lett és lehajtott az útról, majd fának csapódott. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A roncsok közé szorult testet az Ibrányi Önkormányzati és a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltók feszítővágó berendezés segítségével szabadították ki. A rendőrség teljes útzár mellett helyszínelt. Hárman sérültek meg abban a balesetben, amely ma délelőtt történt a 41-es számú főút bevezető szakaszán. Egy személyautó sofőrje a tilos jelzés ellenére hajtott a kereszteződésbe, ahol egy szabályosan közlekedő autóval ütközött. A balesetben hárman sérültek meg, az anyagi kár több millió forint. Megjelent a 2017-es Hungarikum pályázat. A több mint 220 millió forint keretösszegű felhívás egyes célterületeire a korábbiaktól eltérően magánszemélyek is pályázhatnak. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár bizottság alelnöke arról tájékoztatta televíziónkat. Új kiírás a hagyomány a divatban viselet másként.
Ennek keretében a támogatást elnyerő tervezők tradicionális magyar motívumokat jelenítenek majd meg modern ruhákon és kollekciókon. Június 23-án jelent meg a HUNG 2017 kódjelű pályázati felhívás. A több mint 220 millió forint keretösszegű legújabb Hungarikum pályázatnak 4 célterülete van, tájékoztatott a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei értéktár bizottság alelnöke. A pályázati célok közül mindenképpen kiemelném azt a pályázati célt, amely a helyi, meglévő helyi értékekhez, a már gyűjtött helyi értékekhez kapcsolódik, és azokhoz a hagyományosan megrendezett rendezvényekhez, amelyeket települések vagy akár tájegységek már hosszú évek óta szerveznek, és ezeken a rendezvényeken ezeket az értékeket, legyen az akár települési vagy megyei érték, bemutathatják, és erre akár a rendezvényre, illetve a bemutatásra is lehet igényelni forrást, megyünk 1 és 2 millió forint közötti összegig. Ilyen rendezvény lehet például a Beregdaróci Kenderes Napok is, hiszen itt több megyei értéket, például a beregi keresztszemes hímzést és a beregdaróci vászonvirág készítését is bemutatják. Pályázók közt a települési önkormányzatok szerepelnek, a civil szervezetek, illetve akár gazdasági társaságok is nyújthatnak be igényeket, illetve külön megemlíteném a harmadik pályázati célt, amelynek a neve a hagyomány a divatban. Tehát itt olyan motivumokat lehet megjelentetni új kollekciókon, amelyeket akár a hétköznapi viseletben, vagy akár ünnepi viseletben is meg lehet mutatni, itt természetes személyek pályázhatnak. A célterületek közt szerepel még új települési tájegységi értéktárak létrehozása, valamint a hagyományos népi mesterségek kihalófélben lévő szakmák tovább örökítését célzó programok, alkotótáborok szervezése. Jó szezonra számít idén a Nyíregyházi Élmény és Parkfürdő, amely tavaly összesen 243 ezer vendéget fogadott. Már idén júniusban többet látogatták meg a sóstói látványosságot, mint a tavalyi év hasonló időszakában. A jó szezonra az is garancia lehet, hogy a külföldi, elsősorban lengyel, szlovák és román vendégek aránya is növekedést mutat a 2016-os adatokhoz viszonyítva. Hétköznapi a vendégforgalom az élményfürdőben. Bőven van hely a medencékben és a fák alatti árnyékban is. Sokan még nem kezdték meg szabadságukat, de júliusban már valószínűleg hétközben is nagyobb lesz a zsúfoltság Sóstón. Eddig hála Istennek a vendégeink, ugyan még a június az nem az igazán szoros értelembe vett főszezonunk, ugye a július-augusztus tekinthető ennek, de már nagyobb számban látogatták eddig a fürdőt, mint a tavalyi év azonos időszakában, ez mindenképpen egy előrelépésnek és egy pozitív visszajelzésnek tekinthető. Ugye hála Istennek minőségi garanciákat is tudunk nyújtani a vendégeknek arra, hogy remekül fogják magukat érezni. Ugye nemrégiben kaptuk meg a Magyar Fürdőszövetség által 3 kategóriában is az 5 csillagos minősítést, ami egy nagyon-nagyon komoly szakma és sikernek tudható be. Új medence idén ugyan nem várja a látogatókat, de a korszerűsítés folyamatos a társaságnál, így többek között felújították a fürdővízellátó rendszereit, és elvégzik a kutak szinkronizálását is. A vendégek ebből semmit sem éreznek meg, hiszen a munkák nagyobb része nem zavarja a nagy közönséget. Az értékesítési vezető arra is kitért, tavaly összesen 243 ezer vendéget fogadott a nyári szezonban a park és élményfürdő. Korábban 60% volt a belföldi vendégek aránya és 40% a külföldi. Ez valamelyest elkezdett egymáshoz közeledni, tehát most már ilyen 46%-ban volt külföldi vendég a fürdőben. Nagyon-nagyon jól látszik az, hogy a korábbi évek marketing munkája, ami például Románia irányában nagyon nagy erővel nyitott a város a turisztikai szervezeteknek és az attrakcióknak az együttműködése során. Rengetegen érkeznek hozzánk Kolozsvárról, Marosvásárhelyről, Szatmárnémetiből, eddig is jöttek, de ugye így, hogy beljebb mentünk Romániában, így nagyon-nagyon aktívan érződik az ő jelenlétük. De természetesen továbbra is ugye kiemelt figyelmet fordítunk a szlovák és a lengyel vendégek irányába. Nagyon jó most már, hogy Ukrajna felől vízummentesen utazhatnak be a vendégek. Én azt gondolom, hogy ezek mind-mind hozzá fognak járulni ahhoz, hogy sikeres szezont tudhassunk magunk mögött. Az időjárás az egy alapfeltétele ennek. A szünidő kezdetével egyre több fiatal csábít ki a víz és a napsütés a medencék partjára. Ez a baráti társaság a fürdőzés mellett edzéssel tölti a napot. Szerintük aktívan is el lehet tölteni a vakáció üres napjait. Strandra a főszezonban kb. 2-szer kijövünk a srácokkal. Hát tavaly kezdtük el szervezni ezeket a saját szervezésű táborokat. Aztán lehívjuk a sporttársainkat, és akkor kijövünk strandolni egy kicsit. Aztán kihozzuk a minikorlátokat. És edzünk egy kicsit. És hogy tetszik a maga a strand, a vízminőség és a medence állapota? Nagyon jó minőségű ez a strand, mi nagyon szeretjük ezt a
nyíregyházi sóstolapa parkot. Jók a csúszdák, a vízminőségével is meg vagyunk elégedve, a dolgozókkal is, úgyhogy minden prima. A belépő jegyek árai január óta nem változtak, és ezek lesznek érvényesek a főszezonban is. A megszokott szezonális programok mellett június közepétől minden vasárnap ingyenes bábszínházi előadások várják a gyermekes családokat. Információ nyújtás, bűnmegelőzés, idősek segítése. Egyebek mellett ez a feladatuk azoknak a diákoknak, akik csatlakoztak az idén már 5. alkalommal elindított Tourist Police programhoz. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. Több mint 70 sportvezető, edző, játékvezető és játékos vett részt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kézilabda szövetség által szervezett szakmai napon. Az érdeklődők a gyakorlati bemutatók megtekintése mellett több a sportággal kapcsolatos előadást is meghallgathattak. A 7. helyen végzett a nyírbátori ASE a férfi asztali tenisz NB1 keleti csoportjában. Az Egyesület NB3-as csapata a 6. helyen zárta a szezont. Két játékos, Tölgyes Dorottya és Molnár Dávid tagja a portugáliai ifjúsági Európa-bajnokságra készülő válogatott keretnek. Információ nyújtás, bűnmegelőzés, idősek segítése. Egyebek mellett ez a feladatuk azoknak a diákoknak, akik csatlakoztak az idén már 5. alkalommal elindított Tourist Police programhoz Nyíregyházán. A tanulók tevékenysége közösségi szolgálatnak számít, ami kötelező az érettségihez. Idősekre odafigyelni, hogyha valaki rosszul lesz, összeesik, akkor oda megyünk segíteni, jó vizet, vízzel megkínáljuk, megkérjük, hogy mondja meg közvetlen hozzátartozóját, hogy ki az, akit esetleg fölhív. Rövid eligazítás, mi is lesz a teendőjük a következő hetekben a diákoknak? A szolgálat iránt idén is sokan érdeklődtek. Nagyon érdekel ez a rendőrségi munka, és az lesz a feladatom, hogy szórólapot kell ezt osztjak, hogyha például nyitva van hagyva egy autó, akkor azt bezárni, ha úgy van forgalmat irányítani, időseknek segíteni, és hogyha valami értéket kihagytak, azt megőrizni. A Tourist Police akciót immár 5. alkalommal szervezik meg Nyíregyházán. A városban lévő középiskolák jelentős része vesz részt, illetve közel 50 diák, akik az ide látogató turisztik idejében lévő külföldieket, illetve nem csak külföldieket, helybelieknek egyfajta segítséget nyújt, információt biztosítanak, eligazítást nyújtanak arra, hogy tulajdonképpen milyen rendezvények vannak, egyfajta bűnmegelőzési tevékenységet is folytatnak majd. A diákok angol és német nyelvtudásukat is gyakorolhatják a szolgálat során, hiszen sok külföldi turista látogat Nyíregyháza sóstóra. Napjainkban a biztonság egy meghatározó tényező adott turisztikai terület vonzásának az alakulásában. Éppen ezért mi folyamatosan kommunikáltuk és erősítettük azt, hogy Nyíregyháza és a nyírség egy biztonságos, vendégszerető, megbízható turisztikai célpont, és ezt hivatott erősíteni a Tourist Police szolgálat, ahol lelkes, fiatal, nyelveket beszélő diákok segítik a kommunikációt a turisták és a rendőrei között. Mi pedig a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Biztosítjuk ehhez a helyszínt, hiszen a Tourist Police szolgálat bázisa itt Sóstó gyógyfürdőn a víztoronyban található. A diákok tevékenysége közösségi szolgálatnak számít. Kötelezően összesen 50 órát kell teljesíteniük az érettségig. Több mint 70 sportvezető, edző, játékvezető és játékos vett részt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kézilabda szövetség által szervezett szakmai napon. Az érdeklődők a gyakorlati bemutatók megtekintése mellett több a sportággal kapcsolatos előadást is meghallgathattak. 4. alkalommal rendezte meg a szakmai napot a megyei szövetség, lezárva ezzel az előző kézilabda szezont. A 3 korábbi rendezvény sikerének köszönhetően ezúttal is nagy volt az érdeklődés, a BEM iskolában több mint 70-en kísérték figyelemmel az előadásokat és a gyakorlati bemutatókat. A mai napot hagyomány őrzően már ugyanúgy építettük fel, mint az elmúlt években, annyi különbséggel, hogy az elmúlt években egyébként a kézilabda szegmenseiről a játékvezetőkre helyeztük a hangsúlyt, de idén újra felvettük a kapcsolatot az edzőkkel, a szakmai más potentátokkal, az egyesületekkel, és őket is meghívtuk erre a szakmai napra.
A Magyar Kézilabda Szövetség játékvezetői albizottságának elnöke arról beszélt, hogy a korábbi gyakorlattal ellentétben már egészen fiatalon sípot kell venniük a kezükbe azoknak, akik játékvezetőként képzelik el jövőjüket. 15 éves korban már el kell kezdeni játékot vezetni. Ezt a spanyol, francia, német mintára, iszaki mintára próbáljuk mi is. Rengeteg fiatal, tehetséges kis játékvezetőink vannak. Ennek a kifutási ideje úgy néz ki, hogy 20-21 éves koráig fel kell építeni, 21-23 éves korában el kell érnie azt a szintet, amiben bevethető legyen. 15-17-18 év, amikor nagyon intenzív játékvezetői tevékenységet kell folytatni, utána pedig egy levezető rendszert. Így két dolgot lehet elérni. Az egyrészt az, hogy tehetséges korosztályok nem vesznek el, mert ugye azzal a begyöpösödött vonal a vezetéssel, ami volt, hogy beágyazódottság volt, és 30 évig nem lehetett kirobbantani senkit, így vesztek el korosztályok, vesztek el tehetségek. Ma már ebben a versenyhelyzetben generáljuk a versenyt, és a fiatalok előretörését segítjük. A gyakorlati bemutatókon a költségdíjese NB2-es csapatának játékos és segítkeztek a szakembereknek. Volt egy edzésbemutatónk, aztán most részt veszünk majd egy kapus edzésbemutatón is lányommal, egyik kapus lányommal, illetve a játékosai, mint lövő feladat ellátásában, és lesz majd egy bemutató mérkőzésünk is, egymás ellen játszunk majd két vegyes csapattal, ahol is a játékvezetői bizottság vezetője fogja megnézni a feltörekvő fiatal játékvezetőket, hogy hogyan fújják a mérkőzést, szakmai szempontból értékeli őket. A NAB szakmai fórummal zárult, a résztvevők pedig megegyeztek abban, hogy legkésőbb egy év múlva találkoznak a következő rendezvényen. A 7. helyen végzett a nyírbátori ASEA a férfi asztali tenisz NB1 keleti csoportjában. Az Egyesület NB3-as csapata a 6. helyen zárta a szezont. Két játékos, Tölgyes Dorottya és Molnár Dávid tagja a portugáliai ifjúsági Európa-bajnokságra készülő válogatott keretnek. A biztos bennmaradást megcélozva vágott neki a 2016-2017-es szezonnak az NB1-es nyírbátori férfi asztali tenisz csapat. Bár a bajnokság első fele nem úgy alakult, ahogyan azt a vezetők elképzelték, végül maga biztosan hosszabbította meg NB1-es tagságát a bátor. Kővári Balázsék 6 győzelemmel, 3 döntetlennel és 9 vereséggel a 7. helyen végeztek a 10 csapatot számláló mezőnyben. Az ősz az egy kicsit nyögvenyelősre sikerült, akkor nem úgy jöttek a mérkőzések, mint ahogy szerettük volna. És tavasszal egy nagyot kellett hajrázni ahhoz, hogy ez a biztos bennmaradás sikerüljön. Azt gondolom, hogy mindenki fölnőtt a feladathoz. Itt elsősorban Kővári Balázs és Molnár Dávid az, aki igen sokat tett a csapatért. A Molnár Dávid a 44%-os őszi teljesítményét felhozta 59%-ra, vagyis a tavasszal közel 80%-os eredményt produkált, Kővári Balázs pedig a mezőny második legeredményesebb játékosa lett, de a Bánhidi Emil és a Kővári, illetve Benyavszki Gábor is, amikor csak kellett, akkor hozzá tudott tenni fontos mérkőzéseket. Július 13-ától 23-áig Portugália ad otthont a sporták ifjúsági Európa-bajnokságának. A nyírbátori egyesületet a lányoknál Tölgyes Dorottya, a fiúknál pedig Molnár Dávid képviseli a kontinens viadalon. Dönci ki kifejezetten nagyon meg is érdemli, mert ő neki egy nagyon régi vágya teljesült azzal, hogy a Európa-bajnokságon részt vegyen. Több nemzetközi versenyen vett részt ez idáig, de az Európa-bajnokságra még nem sikerült kijutni. Most az elmúlt egy-másfél évben mindent megtett azért, hogy eredményes is legyen, az edzés munkájával sem volt semmi gond. Ennek az eredménye az, hogy biztos utazó csapattag lett. A Tölgyes Dorottya pedig a elmúlt fél éves teljesítmény alapján, valamint volt egy válogató verseny, ott bizonyította be azt, hogy igen, ő a jövőnek az egyik meghatározó utánpótlás korcsoportú játékosa lehet, és kivívta a edzői garnitúrának a tiszteletét, és megkapta azt a bizalmat, hogy ő is tagja lehessen az Európa-bajnoki utazó csapatnak. A nyírbátoriak júliusban elkezdik a felkészülést a következő szezonra. Csekő Sándor elmondása szerint az új bajnokságban egy olyan csapat indul majd az NB1-ben, amelynek legfiatalabb játékosa 15, legidősebb játékosa pedig 20 éves lesz. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban.
Minden ötödik fiatal felnőtt fogyasztott már valamilyen drogot hazánkban, derül ki a Nemzeti Drogfókuszpont 2016. évi adataiból. Legtöbben a marihuánát vagy a hasist próbálták ki, de a többi szerhez képest kimagasló még az extazit használók aránya is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az egyik leginkább veszélyeztetett régió, itt főleg az úgynevezett herbál a legelterjedtebb, közölte a Nyíregyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum közösségi munkacsoport vezetője a Kábítószer ellenes világnapon. Megjelent a 2017-es Hungarikum pályázat. A több mint 220 millió forint keretösszegű felhívás egyes célterületeire a korábbiaktól eltérően magánszemélyek is pályázhatnak. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Értéktár Bizottság alelnöke arról tájékoztatta televíziónkat, új kiírás a hagyomány a divatban, viselet másként. Ennek keretében a támogatást elnyerő tervezők tradicionális magyar motívumokat jelenítenek majd meg modern ruhákon, kollekciókon. Jó szezonra számít idén a Nyíregyházi Élmény és Parkfürdő, amely tavaly összesen 243 ezer vendéget fogadott. Már idén júniusban többet látogatták meg a sóstói látványosságot, mint a tavalyi év hasonló időszakában. A jó szezonra az is garancia lehet, hogy a külföldi elsősorban lengyel, szlovák és román vendégek aránya is növekedést mutat a 2016-os adatokhoz viszonyítva. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták június 27-én kedden. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk kisebb esővel. Továbbra is igen meleg levegő érkezik fölénk, újabb hőhullám érkezik. Az éjjel változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő várható, zápor előfordulhat. A délkeleti szél helyenként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 és 20 fok között alakul. Holnap napközben a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, zápor előfordulhat. A déli szél megélénkül, időnként megerősödik, délutánra 33 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A hazánk felett csütörtökön viharossá fokozódó szél, szormányos záporok, zivatarok kíséretében átvonuló hideg front valamelyest mérsékli majd a forróságot, de a front átvonulása után pénteken még napos, meleg idő, kánikula várható. A hétvégén viszont egy újabb hidegfront vonul át felettünk, emiatt akkor már változékony, csapadékos, egyre hűvösebb időre számíthatunk. A front mögött érkező hideg levegő hatására még a jövő hét elején is csak mérsékelt lesz a nappali felmelegedés mértéke.